Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ennek a kormánynak a ténykedését sorozatosan pedagógus tüntetések kísérik, és mindez nem véletlen. Az oktatásban rejlő, illetve jelentkezett problémáknak az eredője és elsődleges oka valójában az, hogy a kormány egész egyszerűen nem bízik a pedagógusokban. Pedig azokról az emberekről beszélünk, akik azért kelnek fel reggelente, hogy már reggel 8 órától a mi gyermekeinkkel foglalkozzanak, az ő útjukat egyengessék, és ők azok, akik nálunk is, szülőknél is több időt töltenek el a mi gyermekeinkkel. Nincs más megoldás tehát, mint hogy bízunk bennük, és a megbecsülésünket, a segítségünket érzékeltetjük az irányukba, mind a politika, mind a szülők részéről ez elengedhetetlen. Nem mindegy, hogy nekik milyen a közérzetük, milyen a mentális állapotuk, milyen a jövőképük, hogyan áll oda egy pedagógus a gyerekek elé, milyen példát mutat nekik, és gondoljunk bele, hogy ők minden nap 20-25-30 gyermekkel kell, hogy foglalkozzanak, minél hatékonyabban és minél nagyobb nyugalomban és szeretettel. Ők azok, akik a gyermekeinkkel való törődést követően sem tehetik le a lantot, hanem bizony adminisztrálnak, kirándulást szerveznek, színházi programok közül választanak, szülői értekezletet tartanak, továbbképzésekre járnak, és a kréta rendszerrel is nekik kell szenvedni, mert olyan elképesztően működik a kormány által az iskolákra erőltetett informatikai rendszer, amely gyakorlatilag csapnivaló. Elengedhetetlen tehát az, hogy a kormány a korábbi ígéretét egyébként beváltsa, és a minimálbérhez kösse a pedagógusok fizetését azért, hogy kiszámítható jövőképük legyen, és az értékállóságát ezáltal tudják biztosítani. Ugye emlékeztetnünk kell arra, hogy 2013-ban, amikor a pedagógus életpályamodellt bevezették, ezt megígérte a kormány, majd amikor eljött volna az ideje, hogy ez alapján ki is fizessék a tanárokat, és valójában ennek anyagi vonzata is lett volna, akkor gyorsan visszavonták ezt az intézkedést, és az elmúlt 6 évben mindenféle gazdasági sikerpropaganda ellenére nem tudták bevezetni azt, illetve visszavezetni, hogy valóban a minimálbérrel együtt emelkedjen a tanároknak a fizetés. Ez a túlterheltség az nem csak a pedagógusokra jellemző sajnos, hanem bizony a gyerekekre is. Minden józan eszű ember számára teljesen egyértelmű, hogy az óraszám csökkentés elengedhetetlen, nem tűr most már halasztást. Ráadásul ugye a pedagógus hiány és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók hiánya miatt a tanároknak sokszor olyan munkát is el kell végezni, ami nem is az ő feladatuk lenne, hogyha lenne megfelelő számú dolgozó. A tananyagot is csökkenteni kell, mert egészen elképesztő, hogy a gyerekek mennyire túlterheltek. És ez minden évfolyam, minden osztályára igaz. Nagyon sokszor ráadásul nem csak sok a tananyag, hanem egész egyszerűen nem az életkoruknak megfelelő módon tanítjuk meg nekik azt a tudást, amire egyébként kérdéses, hogy az életben bármikor egyáltalán szükségük lesz-e. Fontos lenne tehát, hogy életszerűbben alakítsuk ki az oktatást, és a gyerekek életkorának megfelelően adjuk át nekik az ismereteket. Botrányos a krétarendszernek a működése is, ez a tankönyvpiacnak az átalakításához hasonló, hogy úgy erőltetnek rá egy informatikai rendszert az iskolákra, hogy az nagyon sok tekintetben rosszabb, mint a korábban a vetétársak által kifejlesztett rendszerek. Olyan alapvető dolgokat nem tudnak benne a pedagógusok eszközölni, mint hogy például üzenetet küldjenek a szülőknek. Tehát a rengeteg probléma tetézi az oktatást, és ha már említettem a tankönyveket, akkor arról is szólnom kell, hogy bizony az ingyenes tankönyveknek a látszata valósult csak meg Magyarországon, hiszen vannak olyan minőségi tankönyvek, amelyek vagy nem szerepelnek a tankönyvlistán, ezért nem is lehet őket megrendelni, ezek nem ingyenesek, vagy ha szerepelnek is a tankönyvlistán, nem férnek bele abba a keretösszegbe, amit meghatározott a kormányzat az egyes évfolyamok, az egyes osztályok számára. Tehát igenis bővíteni kellene annak a lehetőségét, hogy milyen tankönyveket adunk ingyen a gyerekeknek, mert nem ezt az intézkedést szeretnénk egyébként természetesen ostorozni, hiszen minél inkább csökkenteni kell az anyagiakból eredő terheket a
szülőkre, a családokra vonatkozóan, és az ebből adódó különbségeket is, de az, hogy minőségi tankönyvekből taníthassanak a pedagógusok, az elengedhetetlen lenne. Tehát a Mi Hazánk mozgalom szerint ugyanazokat a hibákat, amelyeket elkövetett a kormányzat még a nemzeti köznevelésről szóló törvény megalkotásakor, azokhoz csökönyös módon ragaszkodik, pedig minden józan ember számára világos, hogy változtatásra van szükség.